Nyíregyháza jelenleg a 20. legnépszerűbb város az országban az itt töltött vendégészaka számok alapján. Ez nagy mértékben köszönhető az elmúlt évek fejlesztéseinek is. A pandémia idején a megyeszékhelyen jóval kisebb volt ennek a számnak a csökkenése, az országos 58%-hoz képest 28%. A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint, ha minden a terv szerint halad, talán 2022-ben tudja majd ugyanazokat az eredményeket produkálni Magyarország, mint amit 2019-ben a belföldi turizmus tekintetében. A válság idején újraalkották az ügynökség stratégiáját, ami nagymértékben segítheti majd ezt a célkitűzést. A szakemberek már 2 éve különböző adatok alapján dolgoznak és hozzák meg a döntéseket, nem adott személyek, hanem utazási szokások alapján vizsgálják a szállásfoglalásokat és a szabadidő eltöltés tulajdonságait, leginkább mobil cella információkból. Látjuk például azt, hogy Budapesten, a budai várban csak 46 percet töltenek el látogatók. Látjuk azt, hogy a cseh turisták nem nagyon mozdulnak ki a településre, ahol érkeznek. Látjuk, hogy a lengyelek utaznak települések között. Látjuk azt, hogy minden orosz turista naponta 2-szer elmegy a hévízi tófürdőhöz. És azt is látjuk, hogy például volt olyan, hogy Siófok városában, márciusban egyetlen vendég sem érkezett Nyugat-Magyarországról. A térséget is elemeztük, erről adtunk tájékoztatást tegnap este egy szűkebb körnek, ma pedig egy tágabb körnek fogunk. Mi azt látjuk, hogy 2020-ban Nyíregyházára a látogatók 22%-a a megyéből érkezett, 27% a Közép-Magyarország térségéből, 15% Budapest, 12% Pest megye. Látjuk és nagyon örülünk is annak, hogy Nyíregyháza kifejezetten a fiatalok számára népszerű destináció, tehát a látogatók 47%-a 24 év alatti. Ez a megyében kb. 34%, tehát Nyíregyháza kiemelten a fiataloknak a kedvelt úti célja. A fiatal vendégek számára egy új attrakciót is átadtak a napokban a belvárosban, a Bocskai utca és a Kálmán utca sarkán a Selfie Múzeumot. A többszintes épületben vidám, színes kellékekkel közel 30 kialakított boxban várják a fotózkodni vágyókat, illetve egy kávézó is működik a múzeum alatt. Nyíregyházán kiemelkedően magas a férfi vendégek aránya, ennek oka lehet például a legógyár vagy az állatkert látogatás, mint apa-fiú program megjelenése, illetve az üzleti turizmus. Ezeket az adatokat jelenleg még vizsgálja a Magyar Turisztikai Ügynökség. A Nyíregyházára érkező vendégek közel fele meglátogatja az állatparkot, 16%-uk a Sóstói Múzeumfalut is. Látjuk azt, hogy egész napos programnak tekintető a sóstói attrakciók sokasága. Látogató 94%-a egész nap itt van. 78%-ban az első napjukon felkeresik a sóstói program lehetőségeket, 17% pedig a másik napon. Érdekes egyébként, hogy a belváros látogatottsága az csak 32%-os, valamit biztos, hogy tennünk kell majd a képviselőkkel, polgármesterrel, úrral közösen, és azt is látjuk, hogy egy új feltörekvő destináció lehet majd a városban a bújtosi tavak területe, ahol alacsony bázisról, de folyamatosan növekvő turistákat tudunk, számot tudunk látni. Ugye miért fontos az adatok, miért foglalkozunk ennyit velük? Ugye ez az első év a turisztikai ügynökség életében, hogy most már csak adatalapon csinálunk marketing tevékenységet, ami azt jelenti, hogy ha ebbe a térségbe, a megyéből, Budapestről érkeznek a legtöbben, akkor csak a megyébe és a budapesti, pestmegyei potenciális látogatók social media felületére olyan reklámokat helyezünk el, amelyek az általuk felkeresett népszerű útcélokat mutatják. Tehát, hogyha az állatkert, az állatpark hívó szó, akkor az állatparkkal reklámozzuk Budapesten az adott térséget. Nem csak a marketinghez kapcsolódó, hanem a fejlesztési döntéseket is ezekre az adatokra alapozza a Magyar Turisztikai Ügynökség, tette hozzá a vezérigazgató. Csak a kisfaludi programban több mint 30 milliárd forintból újulhattak vagy épülhettek szálláshelyek az elmúlt években, illetve fejlesztettek strandokat Szabolcs-Szatmár-Bereng megyében. A stratégia újraalkotásával az eszközök változtak, de a célok megmaradtak. 2030-ig elérni az évi 20 millió vendéget és az 50 millió vendégészakát, Magyarország Közép-Európa vezető turisztikai térségévé váljon, és a turizmus újra a magyar gazdaság húzó ágazata legyen. Mindezen célok elérésében kiemelt szerep jut Szabolcs-Szatmár-Bereng megyének, így Nyíregyházának is.